Sziasztok! A mai videóban szeretném folytatni a forrasztóállomást. Erről fogtok látni egy pár képsorozatot. Tartsatok velem! Úgy gondoltam, mivel házon belül lesz az alaplap, nem lesz szükségem a tápcsatlakozóra, tehát a jack csatlakozóra. Így ezt kiforrasztom a panelből, és kicserélem egy sima sorkapocsra. Onnan fogja kapni a 12 voltot. Kiszedtem a jack csatlakozót, levettem a felesleges ont, és most megy a jack csatlakozó helyére a sorkapocs. Még egy kis ont eltávolítunk róla. Szuper! Mivel a lyuktávolság nem megfelelő, tehát van egy ilyen fél milliméteres eltérés, egy kicsit nyitni kell a sorkapocs lábain, hogy be lehessen rakni a helyére. És a végeredmény pedig ilyen lett. Amint láthatjátok, egyelőre annyira jutottam, hogy megvan a shield. Itt még egy-két alkatrész hiányzik, de igazából nem sokára ezek is pótlásra kerülnek, valamint ezt a trimmert is ki fogom cserélni. A másik a tápegység, meg lettek nevezve, ez is készülőben van, még nincsen teljesen kész. Nagyon jó lett egyébként a nyomat. Erről majd fogok csinálni egy külön videót, meg fogom mutatni, hogy én milyen technológiával csinálom a nyomtatott áramkört. Egyelőre így állok. Hát, amikor időm engedi, akkor szépen haladok vele. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, a részleteket pedig a videó leírásában megtaláljátok itt lent. Sziasztok!